Remélem azok, akik a forgalomban vesznek részt, nem követik a startot, mert akkor az veszélyes lenne. De azok számára, akik még nem indultak el és autóznak vagy motoroznak, azok számára nyilván a következő beszélgetés érdekes lesz. A vezes.hu készítette egy grafikont, amelyben jól látszik, vagy amelyen jól látszik, hogy nagyjából az elmúlt másfél hónapban, vagy két hónapban hogy alakult az üzemanyagok ára. Azt látjuk, és a tegnapi napon egy olyan hír látott napvilágot, hogy 1000 éve nem volt ilyen a benzinkutakon, nevezetesen az, hogy 8 forinttal fog csökkenni a gázolaj ára, amely egyébként hát korrelál ezzel a grafikonnal, vagy hogy mondják, egybeesik, mert hogy ugye azt látjuk a türkiszkék vonalon, hogy január közepe és március közepe között hát a gázolaj jóval nagyobb mértékben esett, mint a benzinára, amely minimális mértékben kevesebb. Üdvözlöm a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát, Grád Ottót. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Minek köszönhető az, hogy a két nyersanyag elválik egymástól, ami az áralakulását illeti? Ja, alapvetően, hogyha két termékcsoport áránban jelentősebb a különbség, annak mindig a kereslet-kínálatban valamilyen egyensúlytalanság az oka. Itt ebben az esetben az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapokban az a jelentős árdifferencia, ami kialakult ugye a jelentősen drágább gázolajár okán, az egyértelműen az Európában kialakult üzemanyagellátási probléma mára vezethető vissza. Magyarul az Európai Uniós piac ellátásának egy jelentős részét jelentette az az alapgázolaj, ami direkt került szállításra orosz finomítókból. Ennek a kiesése ugye a szankciók okán jelentette egy komoly problémát az európai piac számára. Ez volt az oka annak, hogy lényegesen magasabb volt a gázolaj ára, mint a benziné. Azért a két görbe normalizálódása és egymáshoz közelítése az egyértelműen megerősíti azt, ami látszódik is, hogy rendeződni látszik ez a probléma. Alternatív irányokból az a gázolajmennyiség, ami kiesett az orosz források kizárása okán, az pótlásra került egyéb tengeri forrásokból, tehát mára újból elmondható, hogy nagyjából megint csak a kőolaj világpiaci ára, illetve az euró-dollár, vagy éppen Magyarországon a forint-dollár az, ami alapvetően meghatározza az üzemanyagára. De ugyanakkor nagyon büszkék vagyunk arra, hogy azért mi az oroszoktól olcsóbban kapjuk a kőolajat, mint a többi európai ország. Hogy akkor mégis mi okozhatja azt, hogy ilyen lassan ment ez vissza, és ugye azt is a pillanatfelvétel februárban elárulja, hogy a környező 8 ország, vagy a régiós országok sokkal olcsóbban tudják adni az üzemanyagot, mint mi. Tehát ez a fajta ellentét, vagy belső feszültség, ez feloldásra vár. Hát én azt gondolom, hogy az egyik elemét, ketté kell választani a kérdést, nézzük. Igen. A kőolajat. Ugye az, hogy a csővezetéken az orosz kőolaj egy viszonylag komolyabb leárral érkezik jelen pillanatban, az ma senki másnak, csak a magyar kormánynak egy örömteli információ, hiszen ennek az árkülönbségnek 95%-át elvonja egy külön adó formájában. Tehát a finomítóban... Ez, amit a MOL-on fog? Így van. Igen. Tehát a finomítóban már ugyanúgy világpiaci áron érkezik meg a kőolaj. Aha. Tehát itt már eltűnt a versenyelőny. A költségvetést természetesen örül ennek a többletbevételnek. Hogyne. Ha áttérünk az üzemanyag árakra, nem szabad elfelejteni, hogy közel másfél évig, de több mint egy évig ugye a hatóság üzemanyagár jogszabálya működött Magyarországon, aminek eredményeképpen rettentő mértékben elszakadt a piaci ár, és a hatósági ár, ez kialakított egy olyan ellátási problémát, aminek voltak olyan időszakok, hogy emlékszünk rá, ellátási problémák voltak, sorok voltak a töltőállomásokon, sőt, amikor a régió két jelentős finomítója, a sveháti finomító, illetve a szászhalombattai finomító egy időben kiesett, akkor olyan szintig keletkezett már áruhiány, hogy a stratégiai készleteket is igénybe kellett venni. A hatósági ár törlése után azért ezeket a felhasznált készleteket, stratégiai készleteket is vissza kellett pótolni, újra kellett építeni az importokat, hiszen a normál piaci működésben a hazai ellátás mintegy 30%-ban azokra az importokra
támaszkodik elsősorban gázolajban, ami a környező országokból, környező finomítókból érkezik. Tehát újraépíteni a piacot, visszapótolni a kiesett, illetve felhasznált készleteket, ez jelentett egy olyan többlet költséget, aminek azért meg kellett jelennie. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ezek a töltőállomások több mint egy évig veszteségesen üzemeltek, tehát ha nem is a veszteségek visszapótlása, de az elmaradt felújítások, azok a karbantartások, amelyekre 13 hónapig nem volt forrás, nem volt pénz, ezeknek is ma meg kell lennie, tehát a költség oldalon is vannak azért többletek. Jó, tehát hogyha összegezzük, akkor a régióban 50 forinttal olcsóbb volt a benzin, és gázolaj 34 forinttal volt magasabb itthon, mint a régióban. De az utolsó kérdés inkább a benzinár vagy a nyers üzemanyagárnak a belső megoszlására, szerkezetére vonatkozik. Miközben nálunk Románia után a legalacsonyabb a fogyasztási adó a benzin vagy a nyersanyagárban, az üzemanyagárban, a közben az a felár, ami egyébként rárakódik, az a legmagasabb. Hogy ez hogy van? Ugye hát ezek mindig viszonylag összetett kérdések. Igen. Az tény, jövedéki adókat nagyon egyszerű összemérni. Azért nem szabad elfelejteni a 27%-os áfát sem, ami nem csak az adókat terheli, hanem terheli mindazon költségeket is, amelyeket az áru értékesítése során felmerülnek, tehát a kiskereskedelmi ár és ben szereplő költségelemeket mind még egy plusz 27%-os áfa is terheli, és az az igazság, hogy nem csak a MOL-t érintik a különadók, itt a kőolajra kivetett 95%-os elvonás, hanem olyan a korábbi években bevezetett különadók, az energiaszolgáltatásra, tehát az úgynevezett Robin Hood adó, a kiskereskedelmi különadó, ezeknek a mértéke is folyamatosan változott, növekedett. Ezek a többlet adóknak csak egy része, vagy egyáltalán ilyen adók meg sem jelennek a környező országok üzemanyag árában. Tehát sajnos, amíg régebben elmondtuk, hogy ugye van a klasszikusan az adók, a jövedéki adó, az áfa, meg a készletezési díj, ma már számos olyan külön adónak is meg kell jelennie, és fedezetet kell találni a kiskereskedelmi árésben, amelyre a múltban még nem ilyen, nem volt példa, vagy nem ilyen mértékben gyorsan egy számot, példa. Gyorsan egy számot kérek, mikor lehet ugyanaz az ár, mint a környező országokban? Én azt gondolom, hogy folyamatosan közeledünk ehhez, tehát, és az is látszik, hogy lassanként újra 5 forinttal fog kezdődni, vagy 5-ös számmal fog kezdődni az ár. Tehát én azt gondolom, ez a különbség folyamatosan csökken, és néhány hónapon belül én azt remélem, hogy visszaáll az a piaci helyzet, ami volt mondjuk 2021. november 15-e hatósági ár bevezetése előtt. Köszönöm szépen, főtitkár, jöjjön máskor is.